Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eidgenossen, Hoheit, Exzellenzen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves rendtársak, a Szenátus, a Magyar Konzulátus és a Lovagi Tanács. Öregége Hoheit, Exzellenz, Konzul, Riebenige Festgesetzter. Der Ordnung Westen in Europäe ist ein historischer, legitimierter Ritterort des Erzhauses Österreich und feiert hier im Herzen Ungarns, in der Erzabtei Pannonhalma. Dies ist auch an der Stelle, wo das Herz unseres Ordenslegalisators, Erzherzog Otto, beigesetzt ist und wir auch seiner geziemenderweise heute gedenken. Ökirai Fensége, Ö Exzellenciája, Konzul úr, Lovagi, ünnepi közönség. Az Orda Equestris Vini Europae, az osztrák főhercegi ház egy történelmi, legitim lovagrendje. Ünnepeli Magyarország szívében a Pannonhalmi főapácsa. Ez az a hely, ahol rendünk legitimázónak Otto főhercegnek szíve nyugalomba helyeztetett, és ma illő módon rá is emlékezünk. Köszönetünket fejezzük ki továbbá Pannonhalmi főapátságnak és a főapátnak, Ő Excellenciája Várszegi Hasztéknak, lovagi testvéri befogadásáért a főapátságnak, amelyet azáltal is kimutatunk, hogy az aranyrendi keresztet adományozzunk nekünk. Hoy Festversammlung, dem ritterlichen Senat der Ordensregierung des Ordo Equestrum in Europae, ist es eine große Freude und historische Bestätigung, dass hier in der Erzabtei gemäß Gepflogenheiten des Erzhauses hinsichtlich hausbezogener Ritterorden heute seine Könige Hoheit, Erzherzog Georg von Habsburg-Lothringen, das Protektorat über das ritterliche Konsulat Ungarn. Magyarországi lovagi konzulátusának rendi protektora György főherceg ráadásul különös módon saját szuverén ősei sorában áll. Belső ausztriai Otto herceg után, aki 1333 körül a György lovagok és a templomosok társaságát, valamint harmadik Frigyes császár után, aki 1468-ban a Szent György lovagrend második rendi periódusát alapította. Ő császár és királyi fensége Otto főherceg után, aki 2005-ben 1984-es hatállyal az Ordo Equestris Vini Europae, mint harmadik rendi periódus legalizálta és megbízást adott arra, hogy a világi aspektusokat korszerűen és a borkultúrával egyetemben tovább vigyük. És ő császári és királyi fensége, Károly főherceg, a főhercegi ház mai feje után, aki 2009-ben a szóban forgó 2005-ös legitimációt 1468-ra megerősítette és 1333-ra kiterjesztette. Ilyen tényképpen a rendi protektorátus az egész Ordo Equestris Vini Europae felől. Wir wollen als Eges de Vino weiterhin verstärkt für die europäische Wertegemeinschaft, den christlichen Glauben, die europäische Identität, Kulturdiplomatie, Freundschaft und Frieden wirken. Eben für ein Europa in Schönheit. Eges de Vino sind Freunde der Freiheit, und hüten das Feuer des Friedens. Mi, mint borlovagok, ezentúl is az európai értékközösséget akarjuk erősíteni. A keresztény hit, az európai identitás, kultúrdiplomácia, barátság és béke jegyében cselekedni. Egy szép Európa. A borlovagok a szabadság barátai és őrzik barátság tüzét. Pax et letitia semper nobiscum in honorem Dei
Geschichte der ritterlichen Familie zur feierlichen Verleihung des Ordenskreuzes in Gold, seine Exzellenz Imre Astrid Warsegi, Ernstabt des Benediktinerstiftes Bannum-Hallmann. Ihr Exzellenz, Archiabbas Warsegi Astrid Imre, Ordo Sancti Benedicti, Territorialis Abbatia Sancti Martini in Monte Pannonie, respectu eo secretorum et longorum meritorum in situm visibile nostre specialis fiducie estimationis. Sed etiam expectantes eius in posterum permanentem ad momentum et auxilium operis equestris, in honorem Dei et in honore mihi, pro senatu equestris, Professor Alfred Rakoczy de Tombor Pintera, Magister Generalis, Professor Hufrat Helmut Skala, Reses Senatus. Des Efes Schwert ist Siegfried des ritterlichen Mutes und Geistes. Sei dir dessen eingedenk, dass du es als Efes des Ordo Equestris Vigeropäe gegebenenfalls auch gebrauchen sollst. Als sichtbares Zeichen dieser heute vollzogenen noblen und feierlichen Handlung verleihen wir dir nunmehr die Ordensinsignien des hohen Amtes eines Ordensprotektors des ritterlichen Konsulates Ungarn, nämlich den Ordensornat mit dem Bruststern in Gold, das Konsulbarett sowie die goldene Konsulkette samt goldenem Halsorden.
seine kaiserliche und königliche Hoheit, Erzherzog Georg von Habsburg-Lothringen, zum Ordensprotektor des ritterlichen Konsulates Ungarn des Ordo Equestris Wien in Europa proklamiert. Mi őket elvesztettük. Ők nem akarják a baráti segítséget, ők a lovadi szellemiséget és a rendi célokkal, becsületüket eljátszották. Excellencia, tisztelt generális, tisztelt szenátus, egyéb is olajmunk, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bitte Verständnis, dass ich hier in Pannonhalber zuerst Ungarischen reden möchte. Kedves barátaim, ez nekem egy nagy megtiszteltetés a mai nap, és egy nagy öröm, hogy ennek a fontos lovagrendnek tagja és protektora tudtam lenni. De ez egy különleges öröm nekem, hogy ezt itt Pannonhalmán, édesapámnak a szíve közelében tudnám tenni, mert természetesen nagyon sokat tudom a különböző lovagrendekről, és hát ennek a lovagrend különlegesen, mert az édesapám mindig mesél, milyen fontos nem csak a bor kultúra Európában, de természetesen milyen fontos a lovagrendek és a lovagrendnek az értéket, amit képvisel. És ezért, amikor ez itt egy ilyen helyen összejön, ez valami hihetetlen. És én gondolom, hogy manapságon, ahol olyan sok negatívan lehet találni az újságokban, a rádióban, a televízióban, hát nagyon fontos, hogy mindenhol, ahol lehetség van, a pozitívumról beszélni. Most az utolsó hónapokban elég sokat foglalkoztam az édesapámnak az otthonában, Németországban, Pökingben, az ő levéltárral, és megtaláltam ezeket a beszédet, amit az édesapám tartott, mindig nála volt egy ilyen papír, ahol ilyen pontok fölírt, mi lenne fontos a beszéd megmondani. És ott találtak elég vastag csomag ezeket a beszéd előkészítésekhez. És egy pont mindenhol ugyanaz volt. Az utolsó pont mindig optimizmus. És én gondolom, hogy ez valamit, amit nagyon fontos, hogy mi tanuljuk meg, hogy az optimizmus képviselünk. Szintén egy ilyen időben, hát ahol sajnos egy nagyon pessimista hangulat uralkodik. És hát ezért próbálunk a gyönyörű szép dolog látni, amit a bor kultúrát nekünk tudna adni, és szintén hát ezeket az értékeket mi képviseljük. Ez is nagyon pozitív. Ezért a mai napon optimista leszünk, és ez a legfontosabb, hogy minél jobban és minél hatékonyosabban tudunk dolgozni. Köszönöm szépen!